Tihany község önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm az 1956-os forradalom 59. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésünkön megjelent kedves vendégeinket. Köszöntöm Aradi Istvánt, Tihany alpolgármesterét, a Bencés Apátság és a Református Egyházközség képviselőit, a képviselőtestület megjelent tagjait és az intézményvezetőket. Elsőként énekeljük el a himnuszt. Most felkérném Aradi István alpolgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt emlékező közönség! Márai Sándor írta, az időben minden megmarad, de olyan szintelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, s a világítás bizonyos fénytörése szükséges ahhoz, hogy a vak fémlemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörlap. Így halványodik el mind időben minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot. Ilyen fénynek érzem én minden évben, az október 23-ai megemlékezést, mely újból és újból megvilágítja az 1956-os őszi eseményeket. Sokáig sötétségben telt el az ünnep, nem emlékezhettünk, pedig a gyalázatból csak úgy származhat valami jó, ha nem engedünk a felejtésnek. Zavarodott évtizedek állnak mögöttünk, amikor is ennek a nemzeti ünnepnek kétes híre volt. Ellenforradalomként ismerte meg október 23-át több generáció, akik nem éltek az 50-es években. Már ez az ellenforradalom megnevezés is szégyen volt. Hogy lehet ellenforradalom? Amikor a magyar nép összefogott? Amikor a magyar nép a szabadságot választotta? Amikor az utcára vonuló diákság szentül hitte, hogy attól a naptól kezdve más lesz Magyarországon élni? Amikor ezrek reménykedtek abban, hogy a Rákosi korszak abszurditásait felválthatja egy normális élet perspektívája. Elérhető közelségbe került a félelem nélküli mindennapok lehetősége? Eltűnnek a kommunista rendszer nevetséges és felesleges kellékei, a bölcsvezér éltetése,
a bárgyú csasztuskák, a mozgalmi felvonulások, a személyi kultusz? Vagy ami még ennél is sokkal fontosabb, megszűnnek a kitelepítések, eltűnnek az internáló táborok, mindenki hazatérhet áhított régi életébe? Ez lett volna a forradalom? Az ellenforradalom, bocsánat. Nem tisztelt egybegyűltek, akárhogy is próbáltak elferdíteni a valóságot évtizedeken át, ez maga volt a forradalom. Nagy Imre miniszterelnöksége elindította az országot a normalizálódás útján. Néhány napig úgy tűnt, hogy 1956. október 23-a eufóriája gyökeres változásokat eredményezhet. De ez csak illúzió volt. A november 4-én elindult szovjet támadás, Nagy Imrék letartóztatása, majd két évvel későbbi kivégzése a tehetetlen dű és elkeseredés érzését idézi fel mindazokban, akiket nem tévesztett meg a hivatalos propaganda. Akik titokban még mindig forradalomnak nevezték azokat a napokat. A meghamisított valóság, az egyoldalú híradások, a hazug történelemkönyvek évtizedeken át kioltották a fényt, amiben 1956 igazi arcát megláthattuk volna. A diktatúra mindenkitől azt vette el, ami a számára legfontosabb. A parasztól a földjét, iparostól a műhelyt, a szerzetestől a kolostorát, az egyháztól az iskoláit és híveit, a fiataloktól az élhető jövő reményét. És mit adott cserébe? Félelmet, bizonytalanságot és bizalmatlanságot. A magyarok 59 évvel ezelőtt felkeltek, és azt mondták, szabadság nélkül az élet tűrhetetlen. Jól ismerjük a kommunisták válaszát. Több mint 2500 magyart meggyilkoltak, és több ezeren megsebesültek. Több mint 20 000 embert vetettek börtönbe, és közülük százakat később ki is végeztek. A történelmi igazságtalanság ellenére is az 1956-os forradalom a szabadság és a demokrácia forradalma volt. 1956 megünneplésének nagy a tétje. Emlékezni, emlékeztetni, egy nemzet elé tükröt tartani, és tükörbenézni idősnek, fiatalnak, politikusnak és civilnek, itthon maradottnak és idegenbe szakadtnak is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Október 23-a ma már nem csak a forradalom emléknapja, hanem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe is. Már 1956-ban megfogalmazódott a teljes nemzeti szuverenitás igénye, végül 1989. október 23-áig kellett rá várni. A mai napon a szabadságot ünnepeljük, amelyet féltenünk, óvnunk kell ma is. Sokan az életüket adták Magyarország szabadságáért, tartozunk nekik annyival, hogy míg élünk, és míg világ a világ, óvjuk, féltjük, és teljes tartalmában megőrizzük. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen alpolgármester úr ünnepi gondolatait. Most a Tihanyi Bencés iskola tanárainak műsora következik. Kérem, fogadják szeretettel. Hétköznap és ünnep. Kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nem csak mértéke a másiknak, de emelője is. Szürkesége a hétköznapoknak. Talán legméltóbb színe az igazi áldozatnak. Az útpora a vándorok palástja. Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplő cserébe. Ó, fehér hajó, úszott a folyón, összesimult a fiús, a lány. Színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mékék ruhán.
és a fedélzet zenével megtelt. Szólt a ringató lassú román, ajajaj, ajajaj, volt egy tánc, volt egy tánc. Ilyen szépet csak filmekben látsz. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagomban nevettek rajta a harcedzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha csatában jársz? Ajajaj, ajajaj, volt egy tánc, volt egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon a halálon füstön áll. Repüljünk vissza az időben 70 évet. Most ért véget a második világháború. Mindenhol a pusztítás utáni helyreállításra törekednek. Az emberek szívják tüdejükbe a felszabadulás levegőjét. A népi kollégiumok sorra nyitják újra kapuikat a fiatalok előtt. Színre lép a fényes szelek nemzedéke. Ez a dal 1945 után indulóvá vált. A fényes szelek nemzedéke kivételes lehetőséget kapott ajándékba a történelemtől. Át kellett vennie a kulturális közélet meghatározó posztjait. Ez a 20. századi magyar história legradikálisabb nemzedékváltásának tekinthető. Miben hitt a fényes szelek nemzedéke? Elsősorban abban, hogy olyan jövő körvonalai bontakoznak ki az országban, amelyért érdemes dolgozni és áldozatot vállalni. A népi kollégium ugyanis követelményeket támasztott tagjaival szemben. Helytállást a munkában, a tanulásban, sokoldalú önképzést és ezentúl szerepvállalást a társadalmi környezet formálásában. Ez az ifjúság megtestesítette a háború utáni 3-4 év optimista derűjét, a hitet, hogy mi építjük jövendőnket. Ezek a kollégiumok számos kitűnő értelmiségit indítottak útjára. Egész sor jelentékeny költőnk itt találta meg saját hangját. A fényes szellő korszakának mélypontja Rákosi hatalomra jutásával következett be. És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megállt. És a mama az ablaknál állva, újra évekig apámra vár. Ajajaj, ajajaj, volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a brostűből szélre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hárman,
bántuk, hogy nem volt már semmink. Mindent elnyert a nagy zálogház. Ajajaj, ajajaj, volt egy tánc, volt egy tánc. Talán mégiscsak lesz folytatás. És a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az a diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A parlament előtt már százezres tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Felzúgtak a felvonulás jelszavai. Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat! Munkás panasz gyerekek, együtt megyünk veletek! Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk! Nem állunk meg félúton, sztálinizmus, pusztuljuk! Szovjet sereg menjen haza, Sztálin szobrot vigye haza! Függetlenség, szabadság! Ruszkik haza! Veszem az önkény, éljen a törvény! Most kezdünk élni mindnyájan, mikor deríti hajnalát egy messzi kor, s mely elnyomottan, mélyen szendereg. Kiket nem fűzött eddig egybe semmi, testvérek s emberek akarnak lenni. A rádiónál a 16 pont beolvasását követelik, ezt azonban megtagadják tőlük. A rádióhoz kivezényelt katonák közül többen átállnak a tüntetők pártjára. Az épületből tüzet nyitnak rájuk. Egy tiszt meghal, ketten megsebesülnek. A Híradó ezred katonái szuronyt szegezve megpróbálják, sikertelenül, a múzeum körútig szorítani a tömeget. A tüntetők a katonáktól, illetve az időközben feltört raktárakból szerzett fegyverekkel viszonozzák a védők tüzét. Hajnalig tart a rádió ostroma. Este, fél tíz körül a tüntetők ledöntik a Dózsa-György úton álló Sztálin szobrot. A székesfehérvári szovjet különleges hadtest éjjel 11 óra körül parancsot kap Moszkvából a Budapestre vonulásra. A 17. gépesített hadosztályt utasítják az osztrák-magyar határ lezárására. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött. Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Éjféltől az egész városban folynak a harcok. Kitört a forradalom. Rian a föld, a falak dőlnek, kék harsonákkal zeng az ég, s barlangjából a dohos kőnek az ember újra fényre lép. Másnap 24-én reggel
Szovjet tankcsapatok vonulnak be Budapestre a felkelés elfojtására. A megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott. A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadság harcá változott. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott esten fényben megfürödnék. És ha egyszer rajtam lánckerék taposna, haladtam a föld is, sírva beomolva. Ha én zászló volnék, soha sem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, nem lennék játéka mindenféle szélnek. Adi kérdezte sorsa éjjelén, lehet-e az ember ember és magyar? Feleltek ti bátor szent fiúk, lássuk, a világ velünk mit akar. Vagyunk egy szálig elszánt emberek, kiket tiporni tovább nem lehet. Ha kell, még én is veletek halok, ha engedtek, ti szent fiatalok. 5 nap, s 5 véres, szörnyű éjszaka a csillagokba írt a szentelt nevetek. Köszönöm néktek, drága szent fiúk, hogy visszaadtátok a csüggedő hitet, s a barikádok hunyó szent sugarainál Adival kiáltjuk szabadon ma már, mit az ég falára vérrel írtatok. Emberek vagyunk, s újra magyarok. Déri Tibor szavai az 56-os forradalomról. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma. Egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a nép akarat. A suhancok forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szent előttem. Évek óta kétségbeesve figyeltem a magyar ifjúságot. Ájultan hallgatott. Október 23-án felállt és helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapomat előtte úgy, ahogy kívántam, és kértem, és reméltem, 48 ifjúsága után most támadta hazának egy 56-os ifjúsága is. A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és Nemzeti Demokratikus Mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünneppé vált. Újjáélett a többpártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. Üdv néked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Ki lángban és vérben születtél meg újra 3 nagy éjszakán, vad ágyudörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult 1000 évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói Szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát.
Néhány napra szabad ország lettünk. Ez volt hited, a szent, nagy eszme, te sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki melegvére, mint frissen bomló rózsaág. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. Századunkban most és itt került először sor népi forradalomra, egy önkény uralmi rendszer ellen. Olyan forradalomra, amely fölkeléssel kezdődik, és az államhatalom átvételével végződik. A magyar forradalom az utcán kezdődött. A kormány késlekedése és a tömegek türelmetlensége vitte olyan végletekig, amelyet kezdetben senki sem tűzött ki célul. Albert Camus írta a forradalom utáni évben. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhulnia, s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. 1956. november 4-én, vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű támadás a forradalom eltiprására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Lehajszolnak a hírek, s az ágyú, mondd az életünk, miért lenne más. És mi mindenkét bőrönkbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ. És ők nem kérik senki se számon az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztegelt álmok, mint az álokban hagyott ruhák. Hol te tánc, hol te tánc, hol te tánc, hol te tánc. Néha elhitték, lesz folytatás. Népmilliók aggódva nézik, hányan indulnak harni még, s küldi a nép ifjú vitézit. Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk, dzsida golyó veri át hátunk. De megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádiók kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy, hát életet adunk szabadságért cserébe. És ha a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk 10 éven át, felmutatjuk véres fejünket, s tudjuk, hogy mindent megbocsát. Nyugati újságírók megkapják a Szabad Magyarország utolsó telex üzenetét. Az oroszok túl közel vannak. Elhagyjuk állásainkat. Isten veletek, barátaink. Mentsétek meg lelkeinket. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Hova tűnt a sok virág? Mi nyílott hegy völgy réten át? Hova tűnt
vannak a katonák, elmúltak régen. Hol vannak a katonák, sírjuk felett száz virág. Mondjátok, miért van így, mondjátok, miért van így. Hova tűnt sok sírkereszt, még a szél is sírni kezd. Hova tűnt sok sírkereszt, elkorhat régen. Hova tűnt sok sírkereszt, szívünk meg nem érti ezt. Mondjátok, miért van így, mondjátok, miért van így. Némán megyek a novemberi szélben, és csak a lengő lobogókat látom. Milyen tépett a fekete hollószár, milyen fakó a háromszínű álom. Egy hónapja lobognak együtt ketten, napcsókolja eső hóveri őket, reménykedve, dacosan, önfeledten nézik felülről a múló időket. Nézik a mozdulatlan gyilkos tankot, a szobor arcú szovjet katonák. Szilaj szélben a rúdra tekerednek, lengnek, lobognak, és csüggetten áznak. Szivárvány havasan, felnőtt rozmarin szál, nem szereti helyét el akar bujdosni. Ki kell onnant venni, és új helybe kell tenni. Ki kell onnant venni, s új helybe kell tenni. Szállongó levelek föld felé repülnek, betakarnak engem aranyló lepellek. Lehol lóvis cseppek vízárjában ülnek, sodorjanak engem édes hazám felé. Hallod őket az éjben, a testvéreidet. Vonulnak a sötétben, ahol a vörös falevelek hullnak. Mennek csillagtalan szemedben. A csepegő esőben, a lehulló gyümölcsben hallod őket. Mennek az ősz viharaival karjaikban. Nagyon fiatalok, sebezhetők és sebezhetetlenek. S virágzás közelben az élethez, s a halál illat közelében. A tested utca Budapesten. A tested utca Budapesten. Lábak taposnak rajta. Lábak taposnak. Szíved romhalommá lőtt ház. Szíved romhalommá. Lábak menekülnek át rajta. Lábak menekülnek át. Az éjjel képei belevesznek szemedbe. Az éjjel képei belevesznek. Tehetetlen szavak hervadoznak. Tehetetlen szavak hervadoznak. De hallod őket az éjben, a testvéreid. De hallod őket az éjben. A költőt, kinek persze nem állhat a halál útjába. A költőt, kinek persze nem állhat a halál útjába. Aki könyveivel nem hódíthatja meg a diákon, az életet. Aki könyveivel nem hódíthatja meg az életet. Legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába. Letarolt erdőfái úgy fekszenek, vigyázba. Feldúlt sírjukon mécses október tűzvirága, a holtak jogán kérdez, választ már, mit se várva. Föltömte szájuk, némán kiált időtlen esküt, elvetett maga rögben a csontmesztelen testük. Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat,
ők élik túl a holtak, a győztes forradalmat. Köszönjük iskolánk pedagógusainak műsorát, ünnepi megemlékezésünk végén énekeljük el együtt a szózatot. Yeah.